Az egyik legnagyobb ragadozó a rovarok között, a nagysága akár a 3-3,5 cm-t is elérheti. Fekete-sárga csíkos megjelenése elegáns, de sokak számára figyelmeztető is egyben. Ez a színkombináció ekkora méretben már veszélyt is sejtett. A lódarázsnak, a méhekkel szemben, visszahúzható egyenes fullánkja van, ennek ellenére nem keresi feltétlenül az ütközetet, csak akkor támad, ha veszélyben érzi a fészkét vagy az életét. Nyár vége felé egyre többen érzékelik azt, hogy azok az ízeltlábú lovalok, darazsak, illetve a lódarazsak megjelennek ugye környékünkön, akár itt az épített környezetben is, amik hát sokszor riadalmat keltenek. Nyilván olyan fajokról van szó, ugye a lódarázs esetében, vagy akár a darázs, sima darázs esetében is, amik a csípésükkel ugye hát jelentős fájdalmat tudnak okozni az embernek, talán ezért is tartunk tőlük leginkább. Ugye ezeknek a rovagoknak a rajzási ideje az ugye tavasztól őszig tehető, és ebben az augusztusi, szeptemberi időszakban két dolog miatt is fokozottabb a jelenlétük itt az erdőben, vagy akár a házak környékén. Az egyik az a vízhiány. Tehát ilyenkor nagyon keresik a vizet, nyilván ők is isznak. A másik ok pedig pont a lódarázs esetében, hogy ebben az augusztus végi szeptemberi időszakban történik a párzás. És ebben az időszakban valóban egy kicsit ingerlékenyebbek ezek az állatok, illetve ott rajzanak ugye a fészek körül. Ami nagyon fontos, hogy a lódarázs alapvetően azért része a természetnek, tehát nem tehetjük meg azt természetvédelmi okok miatt és saját önönokunk miatt sem, hogy egy ilyen fajt egyszerűen megszüntetünk az erdőterületen, hogy teljes mértékig kiírtjuk, csak amiatt, mert mi félünk tőlük, vagy mert fáj a csípésük. A lódarázs azért egy nagyon fontos szerepet tölt be az erdei ökoszisztémában. Egy olyan ragadozó rovarról beszélünk, ami más károsító fajokat elfogyaszt, megtámad, és emiatt ugye ez egy olyan egyensúlyt tud beállítani az erdőben, ami az erdőnek jó. Az erdőjárók, túrázók persze arról panaszkodnak, hogy számukra kényelmetlen a sok darázs feltűnése, és egyre több poszt jelenik meg a netes felületeken is arról, hogy idén több ragadozó rovarral lehet találkozni a városban és a természetben is. Az, hogy a lódarazsaknak a száma, illetve a darazsaknak a száma mennyire szaporodott meg az elmúlt évekhez képest, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván ugye a bejelentéseből mi most azt látjuk, hogy minthogyha több lenne. Ugyanakkor azért azt is tudnunk kell, hogy sokkal többen járják az erdőt, mint mondjuk a Covid előtt. Tehát ennek is köszönhető mondjuk az, hogy több bejelentés érkezik. Általában azért ugyanazokat a helyszíneket jelölik meg a túrázók, főleg akik mondjuk Budapestről érkeznek, hogy itt és itt láttak darázs fészket, intézkedjünk. Ám egy-egy bejelentés, pontosabban a darazsak észlelése nem kell, hogy beavatkozással, azaz intézkedéssel járjon együtt. Hiszen az erdő ennek a rovarnak az otthona, és ott a túrázók csak vendégek. Tehát nekik kell a helyi körülményekhez alkalmazkodni. Erre hívta fel a figyelmet a szakértő is. Amikor hozzánk bejelentés érkezik, már pedig az elmúlt időszakban azért kaptunk jócskán bejelentést lódarázs jelenlétről, illetve fészekről, akkor sok esetben nem is azonnal a kemikáliákhoz nyúlunk, hanem inkább igyekszünk elkeríteni a területet, amennyire erre lehetőségünk, vagy éppen elterelni az útvonalat, hogy azért ők megmaradjanak és tudják végezni a dolgokat a jövő évben is, legyen azért megfelelő darázs mennyiség az erdőben. Nekünk embereknek kell alkalmazkodnunk, azt gondolom, hogy itt az erdőben a lódarázshoz. Éppen ezért fontos, hogy úgy viselkedjünk a természetben, hogy az mind az erdőnek, és ebben a darázs benne foglaltatik, mind pedig nekünk is jó legyen. Tehát itt az éjszakai túrák során például fontos, hogy aki fejlámpával közlekedik, hogyha észlel egy lódarazsat vagy darazsat itt a környezetében, akkor azonnal kapcsolja ki a fejlámpáját. Fényre érkeznek, meg akarják nézni, hogy mi az, és hogyha ők ezt veszélyforrásként élik meg, akkor nyilván támadni fognak. Ugyanez vonatkozik arra, hogy ne tegyünk hirtelen mozdulatokat, nem kell elkezdeni csapkodni, nem kell elkezdeni hirtelen futni, várjunk meg, óvatosan kerüljük ki, tehát inkább ezt a találkozást úgy próbáljuk meg megélni, hogy elkerüljük egymást, és hagyjuk élni ott a területen. Az nagyon fontos, hogy aki ez időtájt a főváros környéki erdőkben jár, és tudja, hogy a különböző rovarcsípések allergiás reakciót válthatnak ki nála, mindenképpen vigyen magával ellenszert, mert a lódarázs esetleges szúrásával jelentős mérget tud bejuttatni az ember szervezetébe. A szúrása kisgyerekek számára is veszélyes lehet. Éppen ezért érdemes megfogadni a szakértő javaslatát is, vagyis elkerülni az erdő számára egyébként nagyon fontos rovarokat. A lódarázs elsősorban olyan helyet keres, ami viszonylag zárt, szellős,
tehát tud azért valamennyire mozogni a levegő, és melegen tudja tartani a fészket. Tehát itt elsősorban hogy a faudvakban történik, vagy akár amivel mondjuk kellemetlenebb találkozni, hogyha beköltözik a padlásra, vagy olyan helyszínre, ahol nem esik az eső. Ugye maga a fészek is, amit épít, az egy nagyon finom, szinte pergamenszerű anyag, amit ő létrehoz. Ha ez megázik, akkor nyilván tönkre megy a fészek. Tehát arra kell figyelnünk, hogyha erdőben úgy járunk és látunk esetleg faudvat, akkor most jó eséllyel ott előfordulhat, hogy lódarázs jön ki belőle, és nem a mókus. Erre nekünk embereknek kell most fokozott figyelemmel lennünk. Amire szeretnénk ezúton is felhívni a figyelmet, hogy úgy közlekedjünk, hogy ne csapkodjunk, ne közelítsünk úgy a darazsak felé, hogy ők azt támadó szándékként fogják fel. És ami nagyon fontos, tényleg az éjszakai túrázást, aki esetleg műveli, mert ugye a szarvasbőgés időszaka alatt ettől is szeretnénk óva inteni a kirándulókat, mert ezzel megzavarják az állatok éjszakai viselkedését, kapcsolják ki a fejlámpákat.